Egy hónapon át látható a Pócsmegyeri Rendezvény Központban Natre Pintér Katalin Kulcskérdés című napokban megnyitott kiállítása. A művésznő a festészetben a vizuális kommunikáció határait feszegeti, az új embertípus egyik tudati kiterjedésének lehetőségét látja benne. Intuitív módon közvetíti a szellemi világ üzeneteit, kollektív és egyéni kódokat elrejtve képein. Kiállításain egyénre szabott festmények útján osztja meg ezeket a kódokat a keresőkkel. Mit jelent ez, hogy kódfestő? A régi történelmi korok üzeneteit közvetítik rajtam keresztül, illetve azokat az üzeneteket, ami hogyha éppen abban a pillanatban éltetek, akkor nyilvánvaló, hogy az élet során egy csomó blokkot szereztünk abban a korban, és a festmények ezeket a blokkokat oldják. Ettől vagyok kódfestő. Azért adtam egyes számba azt, hogy kulcskérdés, mert az első és legfontosabb dolog, hogy merünk-e felelősséget vállalni magunkért. Milyen szerepet játszunk? Kinek akarunk megfelelni? Férjünknek, feleségünknek, családunknak, gyerekeknek, tratatatatata. Tehát olyan nagyon eltávolodtunk magunktól, az isteni lényünktől, és persze hát a történelmi korok ehhez maximálisan hozzájárultak, és szinte félnek már az emberek befele fordulni, pedig ebben a helyzetben. Tehát ami most van, föltörténeti korban nem volt még. Tehát az emberek tudatossága most szintet lépett, de hogyha a tudatosság szintet lép, akkor muszáj, hogy ez a földi világban is megnyilvánuljon. Festményei a látható formák mellett energetikai kódokat is tartalmaznak, ami felkészíti a nézőt az új korszakra, új energiákra. A kódok eljutnak a szemlélő energetikai rendszerébe és átitatják azt a fény új rezgéseivel. Ezzel természetes módon megteremtve új lehetőségek, inspirációk kinyílását a befogadóban. Natre Pintér Katalin festészetét sokan spirituális művészetnek is nevezik, hiszi és vallja, hogy a szellemi úton előfordul olykor, hogy első pillanatra irracionálisnak tűnik a magasabb világból származó kérés vagy tanács. A hit és a bizalom azonban átsegít ezeken a megrázkódtatásokon. Minden, amit most ismerünk, az kőkeményen meg fog változni. És hogyha a félelmet választjuk, akkor meghalunk. Így, úgy, amúgy. Ha nincs hit, ha nincs szív, szív szerinti élet, és végre ledobni azokat a kötelékeket, amik hamisak. Mert ki vagyok én? Nagyon sok ember úgy éli meg saját magát, hogy a környezete mit gondol róla. Na de az nem én vagyok, azt a környezet mondja rólam. Mindenki nagyon szép, aki most itt van. De aki nincs itt, az is nagyon szép. És olyan fájdalmas látni azt, amikor belenézek egy ember szemébe, és nem látom a fényt, azt látom, hogy fásult, fáradt, utál mindent. Hát hol van a boldogság? A művésznő állítja, akik eddigi képeit látták, lecsendesedtek. Energiájuk fókuszálódott, és elindította őket belső útjukon, ráébredve, ráérezve a szeretet újabb frekvenciáira. Natre Pintér Katalin Kulcskérdés című kiállítása október 8-áig látogatható a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban.